Hello, sztok, Kistax vagyok, és ez itt pedig a Steelcraft, ahol lesz egy kis várjáték. És ez itt pedig T3RK01. 01, igen. Eltaláltad. Hé, ne szaladj előre, szabályok. Fontos, én írtam. Igen, honnan olvassam? Na, majd elkezdem én. Itt van a szabály, itt vannak ugye a szabályok. A legelső táblára az olvasd el megéri, hogy a hacker is ugye az tilos a szerverem, és a várjátékon az ban. Azonnali. Azokat levenni tilos, ha meglátjuk egyelő ban. Saját csapattársaidat ne üsd, mert neked lesz rossz, hogy elveszel a játékot. Jó szórakozást kívánunk, és itt vannak az építők, akik építették a mapet. Igen. Na, és ugye itt van a kettő. Gyere ide, kis tax, gyere. Itt van, hogy piros vagy kék leszel. Mutassuk meg először a kékeket. És írjál valamit, kis tax, most. Hát én most tulaj vagyok. És most, hogyha én írok, akkor azt írja ki, hogy game admin, játék admin. Igen. Kattints rá a kékre, kis tax. Jobb gombbal, igaz? Igen. Jobb gombbal rányomtam. Akkor ide van írva, nézzétek, egy tábla. Hogy? Hogyha eldöntötted, melyik leszel, akkor írj be per spawn. Spavene. Beírjátok, és látjátok? Kék. Itt egy. Itt. Egyért megkapjátok a felszerelést, az alapfelszerelést, a lesz alapból 30 dollárotok, szóval lesz miből választanotok. Beállítom magam Game On 0-ba, úgy a tisztességes. Ja igen, és ez itt le lesz zárva, hogy ne tudjatok átmenni addig, ameddig nem kezdődik a játék. Hogy mindenki fel tudja venni a rangját, mindenki tudjon magának venni cuccokat, meg minden ehhez hasonló. És ugyanígy néz ki csontra a piros spawn is, csak ugyanaz le lett kopizva. Na szépen, veszek mindenből egyet. Igen, csak a pirosaknak nem arany sapka van, aranyhám. Nekik aranycipő van, ők a támadók. Igen, szóval hogyan van akkor az arany sapkás? Az a védő, a kék. Igen, ez a kék, akinek arany a sapkája, akinek arany a cipője, az meg a piros. Így oldottuk meg, mert így legalább mindenkinek ugyanolyan erősségű vascucca van, és nem bőrcucca van. Na, és most kinyitjuk a kart, ez akkor indul, amikor akkor nyitjuk ki ezt. Futás! Elkezdődött a játék, hurrá! Na. Szóval bedob ide. Erre a kékek spawn helyére. Igen. A kékek közel elbírják helyezkedni, itt van a vár, ami a középső épület nem lett annyira jó, de elmegy. Megteszi. Ott van, ez itt a második pont, amit meg kell védenetek. Majd úgy is rájöttek, hogy kell megvédeni. Itt már ott meg az első pont, azt látjátok ott magasan a torony szerint. Ott az első pont, ott. Per GM1. Ott. Devil, kis tax, és akkor repüljünk is körbe a mapet, hogy mutassuk be. Jó, csak egy most FPS lagjaim vannak, ez nem rendes. Milyen egy F1-et, az úgy jobb. Igen. De. F1. Na gyere utánam, kis tax, látjátok, ilyen a vár, ez a vár, innen indultak ki, kékek legalábbis, a pirosak máshonnan fognak kiindulni, de azt nem áruljuk el. És itt lehet átmenni, kis tax, ne repüljünk. Ja, igen, elnézést, itt lehet átmenni. Úgy mutatjuk meg, ahogy, nézd, itt, ahogy ők járnak. Onnan kijöttek, akkor erre tudtok menni. Itt. És akkor ez a hegyes táj fogad titeket. Nagyon szép hegyes, meg itt ez az óriási nagy hegy, ami... Ugye... Itt fel lehet menni, ilyen repülők, kis szigetek vannak, és itt az első kontrollpont, amit el kell foglalni. Pontosan. Innen minden nagyon jól látni, beláthatjátok az egész mapet. Tényleg, akkor azt elfelejtettem megkérdezni, T3, már egy pillanatot. Mondjad. Hogy most akkor hogyan lesz? Hogyan kell elfoglalni? Meg lesz a kar, vagy nem legyen meg a kar? Szerintem én vagy karos, vagy gombos megoldás lesz, de lehet, hogy a kar az úgy lesz, hogy a kart le kell húzni, és hogyha visszahúzzák, akkor visszafoglalják a pontot. És így egy embernek minimum ott kell lenni, igen, és megtenni. Igen, igen, és akkor azé a terület, akié, mármint amilyen szint fog mutatni a szerkezet. Igen. Amikor lejár persze az idő, mert időre fog menni a játék. Igen.
Hogyha elfoglalják a kékek, vagy nem, bocsi, a pirosak, mind a két pontot, akkor a játéknak vége, és egyértelmű, hogy ők nyertek. Igen, de, hogy... igen. Mert a kékeknek kell megvédeni a saját várjukat. Meg ezt a várat is, meg azt a várat is. És mondok valamit, például 25 perces lesz egy menet, de csak ez most csak például lehet, hogy kétszer. Lehet, hogy több, majd meglátjuk. Igen, majd meglátjuk, hogy hogy lesz, meg mint lesz. És hogyha addig meg sikerül védeni a kékeknek a pontokat, akkor egyértelmű, hogy ők nyertek. Igen, igen, akkor igen. Minden happy. De hogyha mind a kettő helyet elfoglalják a pirosak, akkor meg ők. Akkor viszont ők nyertek, igen. És akkor megmutatom szerintem a pirosaknak a spawn helyét is, de átrepülünk itt a börtön felett. Ami egy elég vicces kis hely. Igen, egy kis börtön. Ha bementek, ki már nem tudtak jönni. De. Ki lehet jönni. Titkos alagút, pszt. De ne, senkinek ne szóljatok. Nincs kiíró. Na gyere ki. Na, mehetünk tovább. Szerintem most ez, igen, ez az első és legérdekesebb rész, ez az erdős rész. Ez azért annyira érdekes, mert innen indulnak a pirosak, pontosan ennek a legvégéből, innen. Ebből a régi elhagyatott bányából. Kistaksz? Látlak, jössz? Látom. Csak egy kicsit lassan jövök. Neked nagyobb az easy speeded. Ez tényleg ilyen lehet, hogy magas speeden vagyok fenn most. És azért innen jönnek, és meg kell kerülni nekik mindent, hogy addig a kékek bebírják venni a védőállásaikat. Pontosan. Hogy azért meg tudják védeni a saját területüket. Mindenki el tudja dönteni, hogy hol helyezkedjen el, és honnan védje a saját területét. Igazából a várjáték menetéről annyit, hogy a körök elég hosszúak lesznek, a nyertes csapat az nem kap semmit. Max annyit, hogy lesz egy ilyen pontszámláló, és amelyik csapat az nyer, az nyer. Az meg elmondhatja, hogy nyer. Pontosan. Na, a várjátékról videó is fog készülni. Biztos, hogy lesz videó. Csak annyi, hogy én nem fogok játszani, hanem csak külső nézőtből lehet. De lehet, hogy majd az lesz, hogy valamelyikünk játszik, az a másik utána figyel a többiekre, és utána meg cserélünk. Majd játszhatsz, mert akkor kezdem én a figyelést, jó? Jó, rendben. Rendben. Na igen, hogyha bármi más információt azt szeretnétek tudni, annyit mondok például, hogy 50 férőhelyes, azaz 50-en, 50 ember, 25-25 ember meg lehet, 25-25 ember meg lehet. De ha lehet, akkor valahogyan beszéljétek meg, vagy cseten, vagy valahogyan beszéljétek meg, hogy ki milyen legyen, nehogy az legyen, hogy mit tenni, 40 piros van, 10 kék. De hogyha 40 piros van, 10 kék, egyszerű, az admin beáll az egyikhez, és fúj gyémáncuszba. Igen. Nem, úgy csinálom meg. Annyiszor. Igen. Az összes többi adat lenn a link a leírásban, meg minden ehhez hasonló. És lent lesz a leírásban. Igen, az IP cím is. Igen, az IP, ez az alap Steelcraft. Az annó. A falakat ugye a nagy hegyek képzik. Igen, meg itt... a lyukak, igen. Már megint találtam egy lyukat. Nem, a lyukakról nem tehetek. Én bőrét teszem az egészet majdnem. Igen, de kijebb úgyse tudtok menni. Mindjárt mutatom. Ha elérek, odáig. Fölfele megyek, nem a jobbra vagy balra, fölfele megyek. Én nem érsz odáig, nagyon messze van. Nagyon messze van? Hát 200. Megvan, látom. Látjátok, teljesen körbe van véve. Szóval ki nem tudtok jönni a várjátékból. Akkora üvegbúrát csináltunk, hogy ki nem tudtok jönni. És ezt a mapet készítették, azoknak a nevük ki lesz írva egy táblára a szabályoknál. A szabályokat nem hangsúlyozom még egyszer, hogy olvassátok el. Nem győzöm hangsúlyozni, olvassátok. Igen. Elég pénzetek lesz a... Elég pénzetek lesz a cuccok megvevésére. Pontosan. Alapba, ha teljesen először jöttök fel a szerverre, alapba is lesz annyi pénzetek, hogy simán meg tudtok bármit venni. De hogyha már régebben játszottatok a szerveren, akkor is lesz elég pénzetek arra, hogy mindennek bírjátok. Persze, mert a régi, aki régen játszott a szerveren, azt elméletleg nem töröltük, elméletleg ugyanannyi pénze van, mint régen. Igen. És hogyha valami baj van, például, hogy nincs elég pénzetek valamire, amit meg szeretnétek venni, akkor csak szóljatok egy adminnak. Igen. Eláruljuk, hogy mikor lesz akkor a izé, vagy csak a leírásba beírjam, hogy... Mit eláruljunk? Hát, hogy mikor lesz maga a várjáték.
Hát, hogy mikor lesz maga a várjáték, én azt még pontosan nem tudom. Rajtad múlik igazából. Szerintem legyen 7-8-9, nem? 7-8-9. Fú. Szerintem inkább 6-kor kezdjünk. De ezt még megvitatjuk. Ott lesz a leírásban. Igen, lent lesz a leírásban, és majd megoldjátok, hogy... Na, megnézitek ezt a... Na mondjad. Megnézitek mindenképp a leírásban majd úgyis, hogy mikor lesz és hány órától hány óráig. És akinek ezt a mapet köszönhetjük. Devil Kistax. Főleg nekem, mert én vásároltam meg. Mit? Magát a szervert. Ja. T3RK01. Igen, ő készített mindent, szinte. Én konfigoltam a szervert. Ő a konfigos, igen. Nem sokat építettem a mapbe. Groverman. Pontosan, neki is köszönjük. Igen, sokat segített a map építésével, és Win009, aki már kevesebbet segített, de... Neki nem köszönjük meg! De akkor is. Jó haver. Pontosan. És ugye, ha remélem, hogy mondtam már, hogy a... izét a... basszus izét... Tudok beszélni, kurva, a falat azt a... hegyek képezik. Igen, szóval annál kijebb ne menjetek. Kiszt mutassuk meg szerintem a piros. Ez itt a fal, de ha esetleg valamelyik troll gyerek mégis kijön erre, messze úgyse tud jutni, mert ott a széle, arrafele lesz a széle, és üveggel körbe van véve, nem tudtok kimenni. Na és hogy megmutassuk, hogy a pirosak spawnja is ugyanolyan, akkor... Na én már voltam már ott. Voltál már ott? Átfutottam rajta, igen. Á, megelőztél. Megelőztelek, pontosan. Ja, és hogyha meghaltok, mint így, mint Kistax. Ajaj. Meghaltam. Ha így meghaltam, Kistax, akkor a cuccaitokat még egyelőre kidobjátok, Kistax, de hová spónoltál? Ide fölülre, nem tudom miért. Nem spónolhatsz fölülre, nincs megengedve. Hát épp ez az, hogy azért nem tudom, hogy most miért is, de fölülre spónoltam. Na mindegy, ez meg na mindegy, ez az egésznek a lényege, hogy a kék a kékhez fog spannolni, a piroshoz fog spannolni. Ide. Egyszerű, kiütjük innen a blokkot, de várja, megnézem per spawn, és ide esek pedig itt vagyok. Igen, kiütöm innen a blokkot. Várja, hadd menjek föl. Oké, és most ölj meg még egyszer. Per killer. Per kill. Devil Kistax. Újrakezdés. És igen, innen, igen, és egyből leesik. De akkor várja, mert elég sokat fog sebeződni az ember, nem? Nem számít, az nem hal bele. Várjál, pont most akartam GM0-ba átváltani magamat. Próbáld meg még egyszer. Anyukát kis... Egyre magasabbra megyek. Igen, beraklak ide. Perszet. Nem, várj. Na most próbáld meg. Most öljél meg. Na most próbál, most ez nagyon jó lesz, teljes mértékben. Tökéletes. Kicsit estél, de... Kicsit estem, de lényegtelen. Abban nem lesz... fogok beleállni. Na, értitek a lényeget. Ha tetszett, lájkoljátok, vagy iratkozzatok fel, vagy lájkoljátok a Facebook oldalamat, link a leírásban. És gyertek mindenképp játszani, A szabályokat. Hogy? És olvassátok el a szabályokat. Igen, olvassátok el a szabályokat. És mondom, minden információ, mire ez fent lesz az interneten, lent lesz, mert megbeszéljük arra úgyis, lent lesz a leírásban. Tessék belenézni a leírásban. Engem, és hogyha valami kérdésetek van a játék alatt, akkor ne Kistaxot, hanem engem keressetek igen. fel a kérdéssel, mert Kistax videózni fog, és... Igen, közben lehet, hogy fogok videózni. Nem biztos, hogy az egész játékot felveszem, de elég sokat fogok videózni. Na, akkor még egyszer is köszi szépen, hogy megnéztétek a videót, és link a leírásban. Jó játékot, jó csapatmunkát, sziasztok! Oké, most már csak én vagyok, mert megépítettem a lényeget. T3-mal megbeszéltük azt, hogy itt van két jelzőfény, mindegyik várnak a tetején. Először megmutatom ezt. Itt látjátok, itt van egy ilyen kék gyapjú, és itt egy kar. Ha a kart lehúzzátok, látjátok, a jelzőfény eltűnik, és... A kékek vissza is húzhatják persze. Megmutatom a másikat is. És az a lényeg, akkor győznek a pirosak, hogyha
mind a két jelzőfény eltűnik. Mind a két jelzőfénynek el kell tűnnie. Látjátok, teljesen eltűnt a jelzőfény. Ha mind a két jelzőfény eltűnik, akkor a pirosak győztek. Ha lejár az idő, és még mind a két jelzőfény még mindig fent van, akkor viszont annyit tudok mondani, hogy akkor a kékek győztek. Na, az összes többi információ lent lesz a leírásban. Köszi szépen, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, lájkoljátok, vagy iratkozzatok fel, vagy lájkoljátok a Facebook oldalamat. Link a leírásban. Köszi szépen, sziasztok!